Sziasztok! Újból folytatom. 2015-ben megjelent nálunk egy hölgy, aki médium, és aki elkezdett nekem üzenetet hozni azzal kapcsolatban, hogy mi az én életfeladatom. Ez egy hatalmas nagy ajándék volt, őszintén. Nagyon sok mindent megtudtam magamról, és egy dolog, amit mindig kihangsúlyoztak, és ez nagyon... Azt hiszem, hogy sok évnek kellett eltelnie, mire rádöbbentem, hogy ez mit jelent. Erre szeretnék kitérni. Azt mondták nekem, hogy én ide kerültem a földre. De azt arra én ítéltettem magam, és ezt mindig kihangsúlyozták, mert elkezdtem írni a könyvet, azt a könyvet, ami ugyancsak az élet feladatom. Az élet az Isten, ez a címe, már befejeztem, de annak még legalább egy év, mire kikerül, és mire meg tud jelenni, mert ugye egy könyvnek a megszületése az általában hosszú idő, sok minden kell hozzá. És azt mondták nekem, mert én azt írtam a könyvben, hogy én arra ítéltettem magam, azért, mert háborús bűnös vagyok, hogy ide kerüljek a földre. Ők ezt kijavították. Azt mondták nekem, senki nem ítéltetett rá. Senki. Te ítéltetted magad a szívedből. És ezen akkor nagyon elcsodálkoztam. Én ítéltettem magam a szívemben, gondoltam, beteg vagyok. Hogy ítélkezhetek magam felett így, hogy ennyi nehéz életen keresztül idejöjjek a földnek bolygóra, és annyit szenvedjek, amennyi szenvedésen átmentem, mert nagyon sokan átmentem. Ilyen vagyok én. Ezek szerint. De nem értettem. És hát ugye a hölgy hazament, az információk itt maradtak, de az nem jelentette azt, hogy azt, amit kaptam magamról, azt én megértettem. Nem értettem meg. Nagyon sok mindent nem értettem. Mondták ők is, hogy az információk, amit egy médium hoz, azon keresztül nem igazán tudjuk megérteni a dolgokat. Vannak, vagy az nem tud segíteni nekünk. Segít egy táppont, de alapvetően a legtöbbünk nem tudja, hogy mit jelent az. Csak úgy tudjuk megélni, amikor belülről egyszer megvilágosodik. Ilyen kisebb megvilágosodásokon keresztül tudunk végigmenni, amikor átérezzük a dolgokat, de az attól függ, hogy milyen magasan van tudatszintünk. De hát amikor mi tudatosodunk, akkor ezek a dolgok egyszerűen tisztán nyilvánvalóan előttünk lesznek, és azt mondjuk, hogy jé, milyen egyszerű. Nem is gondoltam volna. Most már olyan egyértelmű, és mennyit küzdöttem vele. És hogy mind múlik az, hogy a mi tudatszintünk magasabbra és magasabbra jut, az attól függ, hogy mennyi szeretet van bennünk. Egyszerűen ez a szeretetrezgés, amiről ideig beszéltem, amit a szív tud generálni, a tóruszon keresztül, és amely teljesen egy Istennel, a végtelen szeretettel, és azon az egy pici helyen, ahol egyek vagyunk vele, ott minden polaritás megszűnik. Ott egyszerűen nincs feszültség. Meséltem már, hogy az elmének a világa, azok feszültségnek a világa. És minél messzebbre jutottunk a szívünkből, annál nagyobb feszültséget vettünk rá, és annál sűrűbb fizikai testben élünk. Minél nagyobb feszültség van. Amikor elindulunk visszafele, minél kevesebb feszültség lesz, annál több fény lesz bennünk, annál kevesebb sűrű fizikai molekula, és annál közelebb fogunk jutni megint a feltétel nélküli szeretethez. Ez maga az élet vagy. Onnan elindulunk, lemegyünk, most a Malkutból indulunk fölfele, és visszamegyünk, teszünk egy nagy kört. Szóval, mi a lényeg, amire rájöttem évek alatt, a kínjaimon alatt, közben párszor belehaltam megint, és megint meg akartam halni szó szerint, mire az egészet egyszerűen képes voltam megérteni. Az, hogy a feltétel nélkül szeretett csakra, ahol Isten van, ahogy mondtam, már soha nem ítélkezik. Hogyan tudna ítélkezni? Feltétel nélküli szeretet. Tehát azt az énünket, akik elfordultunk tőle, mert meghoztuk az ítéletet, és elfordultunk a szeretettől, az egyszerűen nem is érzékeli. De hát tulajdonképpen Isten soha nem tud ítélkezni felettünk, mert mi eltávolodtunk tőle. Ő nem ítélkezik felettünk. Aki ő van, az mindig tökéletes, és minden úgy van jól, ahogyan van. Ő nem ítélkezik. Egyszerűen nem.
Ezért nem jó az a Biblia, vagyis hát nem egészen igaz, amikor Jávét vagy a Biblia az Istent egy féltékenykedő, rosszindulatú Istenként jelöli. Mert az az Isten nem az az Isten, aki nekünk a szívünkben létezik, és akik tulajdonképpen mi vagyunk. Az nem az az Isten. Biztos egy fél ember, vagy egy, szóval nem tudom ki, de az nem azon a szinten van, ez biztos. Mi akkor tudunk az isteni részünkkel találkozni, amikor a szívünkben egyé válunk vele. Azzal a picike kis résszel, az a pici-picike kis zuggal, amivel teljesen egyek vagyunk az univerzummal, a mindenséggel. Ez az egy pici rész. És ott hozzuk meg az ítéletet önmagunkról, önmagunknak. Saját magunk isteni részével, mikor egyesülünk. Most már teljesen megértem és átéltem azt, hogy csak mi tudunk ítélkezni önmagunk felett. Senki más nem ítélkezik. Köszönöm.